több eszközt is bevetettek, hogy bajba jutott társukat épségben kiemeljék a bújtosító jegén vágott légből a nyíregyházi tűzoltók, akik éves jégrőmentési gyakorlatukat hajtották végre. Elméleti oktatás, majd gyakorlati feladatok során a nyíregyháziak az Ibrányi és Nagykállói tűzoltókkal, valamint a Kelet-Magyarországi Speciális Mentők Egyesületével közösen sajátították el, hogy milyen teendőket kell végrehajtaniuk, ha nyílt vízen valaki alatt beszakadna a jég. A jégrőmentési gyakorlatunkat minden évben végrehajtjuk, van egy továbbképzési tervünk, ugye, és ebbe be van tervezve ezek a gyakorlatok. Ugye az időjárási körülmények közbeszólnak, hogy mikor tudjuk biztonságosan végrehajtani ezt a feladatot. A jégrőmentési gyakorlat általában ugye meghatározott eszközökkel hajtjuk végre. Ezek az eszközök málhátra vannak a gépjárműnk fecskendőiken, általában ezek kézi szerelésű létrákról beszélünk, kisebb ugye itt a háttérben látható egy ilyen gumitömlő, egy ilyen nagyobb gumitömlő speciálisan erre a célra kialakítva, mentőstégekről, mentőhordágyokkal hajtjuk végre a vízbe került személyek, esetleg állatok mentését. Bajba került személyek esetén azonnal értesíteni kell a tűzoltóságot, akik 2 percen belül elkezdik a kivonulást. Azonban a helyszínen lévők addig is sokat tehetnek a vízbe esett személyért. Nagyon fontos ugye, hogy ha valaki menteni szeretne, ne kerüljön bajba ő se, tehát ugye a mentőből ne legyen mentendő személy. Fontos egy kapcsolatot, hogy fenntartsuk, próbáljuk arra törekedni, hogy ugye valamilyen kapcsolatot teremtsünk ezzel a személlyel. Próbáljuk arra beszélni, hogy minél jobban felfeküdjön ugye a jégre, hogyha mérlegelünk és vállalkozunk akár a mentésére, ugye fontos, hogy minél nagyobb felületen mi is feküdjünk fel a jégre, és nagyon számoljunk arra, hogy akár mi is bajba kerülhetünk, tehát hogyha többen vagyunk kint, akár egy láncot alkotva esetleg, nagyon fontos nálunk is, hogy a tűzoltók mindig biztosítva vannak kötéllel. Tehát egy véletlen jégbeszakadás muszáj, hogy kötéllel legyen biztosítva a tűzoltó. Oszlár Gábor hozzátette, az utóbbi években jelentősen megritkultak azok az esetek, amikor jégrőmentéshez riasztották a tűzoltókat. Mint mondta, ez annak is köszönhető, hogy egyre több más lehetőség adódik korcsolyázásra, így az emberek jobban mérlegelik, hogy jégre merészkedjenek.